A Juventus 103.9 bemutatja Budapesti arcok. Közöttünk élnek. Példát mutatnak. Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Jó estét, Budapest, ez itt a Juventus 103.9, benne pedig, ahogy minden hétköznap este 9-től a Budapesti arcok, én Fehér Marian vagyok, köszöntök mindenkit, és már is belekezdünk a ma esti beszélgetésbe, hiszen már itt ül velem szemben ma esti interjú alanyom, akinek eredeti végzettsége gyógypedagógus, és az azon a területen szerzett tapasztalatai vitték későbbi hivatása felé. Annak idején benne volt abban a csapatban, akik megalapították az első korai fejlesztő központot, ahol több és különbözőféle fogyatékkal élő gyerekek életének jobb átételén dolgoztak. Minden gyermek állapot felmérése után Dorka számára az volt a fontos, hogy a családnak úgy legyen képes kommunikálni a lehetőségekről, hogy közben ne vegye el a reményt. Talán ez volt az alapköve annak a számára is élethosszig tartó önismereti útnak, melyen járva ma úgy tud értő figyelemmel lenni, segíteni, támogatni, legyen szó akár szakmai személyiségfejlesztésről, akár privát szférában való célok eléréséről, hogy kliensei a legmesszebb menőkig elégedettek vele. Vendégem ma este I. és Dubec Dorottya, coach, szupervízor, akit köszöntök a stúdióban. Jó estét kívánok, szia! Jó estét, szia! Na hát, kezdjük el megmagyarázni a fogalmakat, jó? A coachságról azért már többször hallhattak a hallgatók, de azért az sem baj, hogyha azt is megfogalmazod, hogy a te életedben ez mit jelent, illetve, hogy a szupervízor. A sorrend az úgy volt, hogy először a szupervízor, és azután coach. Uh-huh. Kezdem akkor ebbe a sorrendben, tehát a szupervízor az sokféle jelentéssel bír. Igazából az ipari területen valami fajta ilyen ellenőrző, ránéző, külső szem, tehát mindenféleképpen minden ellenőrzés kapcsolódik hozzá, és ez elég ridegen hangzik, hogy kerül ez a személyiségfejlesztéshez közel, mert hogy én ebben a fogalmi körbe szeretném ezt használni, hiszen én is így dolgozom. A szó eredeti jelentéséből kiindulva azt, hogy kívülről látni, rálátni a dolgokról, ezt jelenti a maga a szó, és a képzés, amit én most már több mint 10 éve végeztem, ez volt az első Magyarországon ilyen iskolarendszerű képzés, ott a lényeg a folyamat rendszerű személyiségfejlesztés, ami megkülönbözteti a pszichológiai terápiától és az egyéb ilyen személyiségfejlesztő munkáktól az, hogy elsősorban a munka és a munkával kapcsolatos dilemmák, kérdések vannak a fókuszban. Mindig annak a részvevőnek a szempontjából lényeges témákon dolgozunk, aktuális témákon, és a lényeg, hogy én szupervízorként a folyamatért vagyok felelős. Tehát azért vagyok felelős, hogy az az ember, aki engem megkeres és megtisztel a bizalmával, azzal a problémával, amivel ő éppen akkor dolgozik, küzdik, egyáltalán van vele kérdése, abban a kérdésben segítsek neki megtalálni a saját útját. Tehát megkülönbözteti a tanácsadóságtól a szupervízor lét, hogy én nem mondom meg neki a tutit. Lehet, hogy vannak remek ötleteim, lehet, hogy van egy csomó tapasztalatom, az is lehet, hogy átéltem valami hasonlót, ami őt éppen ott akkor foglalkoztatja. Esetleg ezt elmondhatom vele egy ilyen megosztás, egy ilyen sharing típusú beszélgetésben, de az az én utam, és ezt mindig kihangsúlyozom, hogy ez nekem passzolt, az én személyiségemnek, az én aktuális élethelyzetemnek felelt meg. Tehát az én dolgom, hogy én őt abba támogassam, hogy a sajátját találjam. És ezt hogy lehet támogatni? Gondolom kell egy értő hallgatás, na de hát azért az mégiscsak kevés, mert akkor mindenki tudná csinálni? Szerintem sokan ösztönösen csinálják. Tehát, hogy aki jó beszélgető partner, az valamilyen módon egy kicsit megcsinálja ezt is. A szakmai része én számomra nagyon fontos. Tehát én nagyon boldog vagyok, hogy olyan emberektől tanulhattam, akik tényleg releváns fontosságúak az én számomra, illetve hát sokak számára is, azt hiszem. Tehát, hogy az a fajta jelenlét, ahogy az ember beleül egy ilyen beszélgetésbe, az megköveteli azt, hogy olyan fajta nyitottsággal legyen jelen, ami még a meghökkentő dolgokat is el tudja fogadni, természetesen meglátóra a saját véleményem, vagy a saját előítéletem akár, de ott akkor nem fűzhetek hozzá semmilyen kommentát, viszont dolgozom vele, és dolgozom rajta. Tehát ez a nyitottság, ez egy kölcsönös, dinamikus jelenlétet igényel, tehát aki engem megkeres, ő ugye valamit akar tőlem, illetve az én segítségemmel, viszont bármilyen furcsa, én kimerem mondani, hogy én is szeretnék tőle valamit, hiszen ha együtt vagyunk részt bevői egy folyamatnak, akkor én nem lehetek
se fehér lap, se fehér köpeny, hanem én ugyanúgy vagyok jelen a saját életemmel, a saját hatásaimmal, tehát ő is fejleszt engem, mint ahogy én is igyekszem őt támogatni a saját céljai elérésében. Tehát az a... Kellenek akkor lenni valami kémiájának is, ugye? Hát nagyon. Uh-huh. Igen, tehát bizalom nélkül nem megy, de szerintem ez minden ilyen bizonyrendszerre. És ez hogy mérendő le? Hogy van-e? Hát van egy szerződés része ennek a dolognak, szerződésnek szoktuk hívni, nem mindig születik ebből egy papír alapú szerződés, de mindenképpen van a két ember között megállapodás a keretekről, amiknek egy része technikai, például az egy fontos, hogy a folyamatot, ezt már legalább ötször elmondtam, hogy folyamatban tudok dolgozni, és ezt tudom elképzelni, hogyha valaki eljut valahova, az egy folyamat, és hogyha valahova máshova akar eljutni, az egy másik folyamat, lehet, hogy egy gyógyító folyamat, lehet, hogy egy teljesen új, de lényeg az, hogy egyik pillanatról a másikra nem történik meg semmi. És a mi szerződésünk az erre a folyamatra szól. Több alkalomból áll, én mindig kihangsúlyozom a lehetőséget, a legeslegelső nulladik találkozáson, hogy ha nem érezzük ezt a bizonyos kémiát, akkor köszönjük egymásnak együtt töltött időt, de nem én vagyok az ő embere. Uh-huh. Tehát az első az egy próba alkalom ezek szerint? Hát többféle iskola létezik, én nekem az a tapasztalatom, és ez jól működik, hogy az első találkozás az tényleg annyiból nulladik, hogy ez olyan, mint egy állapotfelmérés, vagy mint egy ismerkedés, egy célzott ismerkedés, mert az már több, mint egy első kávézás valahol, uh-huh. Már lehet a kerete egy kávézás, de hogy megtöltődik azzal a tartalommal, hogy a másiknak meg kell fogalmaznia, hogy mit szeretne. És ez egyébként pontos szokott lenni ilyen értelemben a belső hangod vagy iránytűt, hogy te vagy az ő embere, vagy nem? Ezt úgy értem, hogy mondjuk valakinél kiderült a későbbiekben, hogy lehet, hogy mégsem volt ez jó együttműködés, vagy nem jó a folyamat, vagy az irány. Kiderül, lehet, hogy nem azonnal, de nagyon, azt hiszem jól érzékeled azt, hogy én nagyon hallgatok a saját belső hangomra. Uh-huh. Tehát, hogy sokszor érthetetlennek tűnnek a döntéseim annak, aki racionálisabb uh-huh. beállítottságon, mint én. Én azoknak a táborába tartozom, akik mernek hallgatni a megjegyzéseire, és erre biztatom azt is, akikkel együtt dolgozom. Az is nagyon izgalmas, hogy lehet, hogy az első találkozás alatt van egy ilyen várakozás mind a kettőnkben, hogy vajon mi lesz ebből. Azok nagyon jól szoktak elsülni. Uh-huh. Az mindig izgalmas, hogyha valaki úgy érkezik, hogy mind a kettő nagyon izgalmas, hogyha úgy érkezik, hogy nagyon sok mindent tud rólam, mert valaki ajánlotta, hogy na majd ő biztos, hogy tudja, persze abszolút nem biztos, és olyan is van, aki semmit nem tud rólam, szinte csak így oda küldték, előfordul, és akkor is ugyanezt az utat járjuk be, teljesen mindegy, hogy mi volt az előzménye, mert ott, itt és most abban a helyzetben mi ketten vagyunk jelen. Uh-huh. Na, és jó, ez csoportnál is működik egyébként. Egy kicsit beszéljünk erről a belső hangról, meg erről a megérzésről, mert nekem megtetszett ez a mondat, hogy azoknak a táborába tartozol, akik mernek hallgatni a belső hangjukra. Tehát akkor ezt úgy érted, hogy ez egy külön bátorság, vagy erre külön rá kell tanulni, hogy az ember a belső hangját meg tudja figyelni, és még higgyen is neki? Hát nem tudom, hogy milyen előzményekkel vagy most itt jelen, de azért mondjuk az én korosztályom, én jövőre leszek 50, tehát az én korosztályomat még eléggé úgy nevelték kis gyermekkorában, hogy azt kell elhinni, ami van. Ami nem látszik, az nem biztos, hogy van. Ebből meg mi is kaptunk hibbel. Igen, azt gondolom, és a gyerekeimet tekintve ők is. Tehát, hogy ez ilyen van, tehát, hogy ez és hogy amikor mondjuk a család előtt be kell valamilyen döntésről számolni, ezt most fiatal kamaszkorra, vagy felnőttkorra, fiatal felnőttkorra gondolok, akkor én nem tudtam ilyen racionális magyarázatokat adni arra, hogy mi miért történik, és elég sokszor el is lehetett róla téríteni. És elég hamar kaptam arra visszajelzést valahonnan, vagy úgy, hogy a dolgok nem működtek, egyszerűen nem működtek, mert nem az én utam volt, hogy erre rá tudjak jönni, hogy hát az ördögbe azért én vagyok a felelős. Hogy hát ott volt a lehetőség, hogy bármelyik irányba menjek, és nem tettem. Tehát, hogy nem, és azt is meg kellett tanulnom, azt érzékelni, hogy hol vagyok ebbe én. Hogy hol van az a pont, ahol
ahol nekem az a felelősségem van abban a rossz döntésben, hogy én hagytam, hogy ne az legyen, amit adott esetben éreztem, de az igazsághoz hozzátartozik, hogy volt olyan is, aki eltérített idézőjelbe véve, és jót tett nekem, hogy eltérített vele. De amikor megkérdeztem utána, hogy honnan tudtad, akkor viszont biztos, hogy megjegyzés volt mögötte. Tehát lehet, hogy racionálisan megmagyarázta nekem, de nem mindig volt racionális az ő döntése sem, hogy engem eltérített. Tehát ez valahol mindig összefügg, hogy a másik hogyan figyel ehhez a példához visszatérve, én rám hogyan figyel. Tehát, hogy jót akar nekem? Mit akar velem? És az alapvetően meghatározza, teljesen mindegy, hogy mi a dolog, itt az út volt a lényeg. De most eljutottunk a személyiség fejlődésének útjához, ami engem mindig nagyon érdekel, mert hát ugye azt gondolom, hogy ezt a szakmát csak és kizárólag akkor lehet hitelesen csinálni, hogyha te is megjártad a saját utadat. Hát ez így igaz, ezt én is így gondolom. Úgyhogy kicsit kíváncsi vagyok, hogy honnan indult ez neked, mert a te karriered azért több pontból áll. És én úgy látom, hogy még igencsak az elején, már mint hogy a kezdeti táborban voltál te benne, a mediátorságot tekintve, a korai fejlesztést tekintve, tehát hogy még egy olyan időszakban, amikor ez itt bontogatta a szárnyait Magyarországon ez a terület. Mediátorként én nem végeztem olyan iskolát, amit most elfogadnak, mint mediátor, úgyhogy én ezt a címet így nem használhatom hivatalosan. Amúgy nagyjából tudom, hogy körülbelül mit csinál egy mediátor, de úgy, hogy ilyen papírom róla itt nincsen. Nem lett akreditálva az a képzés, amit elvégeztem, ennyi. Tehát úgy a rendkedvéért ezt így ide kell mondani. Az első diplomámat gyógypedagógusként szereztem, 1990-ben. És oda mi vitt? Oda mi vitt? Hát, ha van ilyen, hogy véletlen, akkor a véletlen. Én nem nagyon tudtam, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Tehát én nekem nagyon drágaságos szüleim voltak, és hagyták, hogy gimnáziumba menjek, mert hogy ugye volt még 4 év laufom, hogy majd kitalálom. És akkor azt gondoltam, hogy én magyar történelem szakos általános iskolai tanár leszek, tehát így valahogy ez volt a vízióm, jól mentek ezek a tárgyak, nem vettek fel. Aztán elmentem dolgozni képesítés nélküli nevelőnek egy általános iskolába, mert hogy valamit csinálni kellett a következő felvételi időszakig, és az kiderült, hogy ez az általános iskola, ez biztos, hogy nem az én világom, tehát ez így kiesett a rendszerből, na jó, de akkor mi? És nekem nagyon korán meghalt az édesapám, de a nevelőapám az fiatal lánykoromtól nevelt engem, és ő neki volt egy barátja, aki a gyógypedagógiai főiskolán tanított, és ugye ismertük egymást ilyen lazább baráti találkozókról, és ő mondta, hogy hát szerinte ez így nem lenne nekem nagyon rossz, de hogy mivel hogy ennyire látja, hogy én nem tudom, hogy mi leszek tényleg, hogy menjek el egy foglalkoztató iskolába, menjek el fogyatékos gyerekek közé, és nézem meg, hogy ez milyen. Sose felejtem el, a Dohány utcában már nincs meg ez az iskola, volt egy foglalkoztató iskola, régi elnevezések, amiket használok, tehát középsúlyos értelmű fejlesztők foglalkoztató iskolája, ma már nem így hívják, ezt az intézménytípus létezik, csak nem ez a neve, és egy ilyen régi ház volt, aminek egy ilyen üveges bejárata volt, ahonnan nyílt egy zárt udvar, ami ugye föl is erősítette a zajokat, és ott én életemben először láttam nagyon-nagyon-nagyon sok fogyatékos gyereket. És hát ledermettem tőle, hogy hű, tehát ilyen, most is emlékszem az érzés, hogy ilyen hű, és aztán a következő villanás, és ez megint egy ilyen intuitív dolog volt, hogy hát ha ez engem így megmozgat, akkor nekem ezzel biztos, hogy dolgom van, és akkor kifújtam a levegőt, felmentem az igazgató irodába, és jelentkeztem, hogy én vagyok, aki jelentkezem gyerekfelügyelőnek, és megint csak a véletlen, én a Rancsó Zsuzsa mellé kerültem gyerekfelügyelőnek, Jenő bácsi felesége, egy gyógypedagógus. És onnantól kezdve ez így eldőlt, hogy ez nekem így jó lesz. És utána elsőre föl is vettek a főiskolára, elvégeztem. Kicsit kalandosan, de elvégeztem. És amikor kikerültem az iskolából, akkor indult Magyarországon az integráció. Tehát bezártak egy csomó bölcsödék, 1990-ről beszélünk, és az üres bölcsödék hasznosítására lehetősége nyílt végre a bölcsödéknek, hogy ha akarnak, akkor fölvehetnek másképp fejlődő gyereket. Így aztán a másodikként Magyarországon, az első a Celzer Barbara volt Vácott, aki ilyen integrált bölcsödébe dolgozott, én voltam a második Újpalotán,
és mi ebbe a szakmai körben megismerkedtünk egymással, és 1991-ben létrehoztuk az első magyarországi, illetve most az a neve, hogy Budapesti Korai Fejlesztő Központot. Tehát ez egy nagyon izgalmas időszak volt így az életemben, egy magánilag is, mert akkor született a második fiam, szóval elég ilyen érdekes volt. Nagy kalandnak indult, és végtelenül büszke vagyok arra, hogy egy csomó ember, akivel én akkor elkezdtem, ők még mindig ott dolgoznak, és nagyon, nagyon hiteles és nagyon kiváló munkát végeznek a Korai Fejlesztő Központban, és ez átvezet engem a szupervizorsághoz, hogy hogyan találtam ezt a bizonyos második szakmát, mert itt ebben a korai fejlesztőben az volt az újdonság többek között, hogy ide a szülők jelentkezhetnek. Tehát itt szakember nem küldhet úgymond családot, hanem a családok jelentkeznek így maguk. És hát a családok jelentős része az azért jelentkezett, mert érezte, hogy valami nem oké az ő gyerekükkel, és ennek a diagnosztizálási folyamatnak a végén a közlés az annak a vizsgáló szakembernek volt a feladat, a teamben vizsgáltunk, tehát nem egyedül, de meg kellett mondani, hogy ez az út, ez egy másik út lesz, nem az, amire ők készültek. És ezekben a megmondásokban én mindig belehaltam egy kicsit, és nagyon szerettem volna megérteni, hogy tudok én olyan egyensúlyt teremteni, hogy úgy segítsek, hogy ne vegyelem el a reményt. Azzal, hogy a felmérés eredményeként kiderült az, hogy a gyermek egy sajátos nevelési igényű gyermek lesz, ezt ott akkor olyan módon kellett megmondani, ami azt gondolom, hogy valamilyen módon a megmondás művészete, ha ilyen van egyáltalán, hogy megtartani az egyensúlyt azzal, hogy tényszerű legyél, korrekt legyél, világos legyél, azokra a közös dolgokra emlékeztesd a szülőt, mert jelen vannak a vizsgálaton, ugye természetesen nem elragadjuk az ő gyermekét, és jól megvizsgáljuk, hanem ő azt a szituációt látja, amiről mi utána beszélünk, mint szakemberek. Hogy a remény megmaradjon, hogy ebből van fejlődés, hogy ebből is egy csomó minden majd lesz, de ott akkor azért akármilyen ügyesen, szépen, gondosan, jól felépítve mondja ezt az ember, nem mond jó hírt. Világos. Most a szülői oldal, a pszichológusok stb. Témája, én nem szeretnék abba átkunkorodni, mert sok pszichológiát tanultam, de nem lettem pszichológus. Tehát maradva ennél a megmondós időszaknál, én nagyon kerestem egy olyan lehetőséget, hogy megtanulhassam, hogy hogyan kell kinn is lenni, meg benn is lenni egy helyzetben. Tehát, hogy hogyan lehet úgy segíteni, és valóban egyensúlyra törekvően segíteni, hogy egyben lássam magam is, hogy én hogy működöm és hogy viselkedem, de hogy tudjak tekintettel lenni, figyelni, támogatni, fejleszteni, gondozni, nevelni azt a másik oldalt. És szintén a Barbarának köszönhetem. Arra törekedtél, hogy a hírrel együtt járó erőtlenedés az a lehető legrövidebb ideig tartson, és lássa azt, hogy merre vagyunk a harcban, igen. És hogy van út, tehát hogy egyáltalán, igen. Hogy így van út, mert hogy ebből ugye rögtön jöttek, hogy akkor milyen fejlesztés ide-oda, amoda, az elfogadásnak a folyamata, ugye ez is egy külön módszertan, hogy hogyan fogadunk el nem jó híreket, most ez egy gyászmunkához hasonló folyamat, tehát itt ezeknek a családoknak meg kell tanulniuk meggyászolni azt a gyermeket, aki nem született meg. És és ebbe az a szakember, aki hétről hétre ővele találkozik, és a fejlesztési folyamatot vezeti. Aki nem született meg, az, akit ő várt, amit ő elvárt, attól, hogy egy egészséges gyerek kell lesz. Igen, akit várt a család. Igen, ezt így még nem hallottam, ezt a megfogalmazást. És ezután jön az, hogy elfogadjuk azt, amilyen helyzetben vagyunk, és... Igen, de ez több év. Tehát a praktikum szinten a család működik, tehát próbálja újra szervezni magát. Orvos, pelenka, védőnő, mit tudom én, fejlesztés, gyógytorna, akármi, tehát ő így a rutin, most ezt értsd jól, ezt a rutin. Értem. A rutin szinten ők élik tovább az életüket, de az, hogy volt egy nagyon szép találkozó 20 évvel a korai fejlesztő megalakulása után, ahol visszahívtak néhány olyan családot, akinek az útja így a mi támogatásunkkal indult el, szakmai támogatásunkkal indult el az ő gyerekükkel, és hogy igen sokan együtt maradtak. Nem csináltunk ilyen statisztikát, hogy hány házasság nem végződött válással, de valahogy az volt az érzésünk, hogy a szülőknek az erőpárosa jobban megmaradt akkor, hogyha korán kaptak segítséget. Abban, hogy igen, ők itt joggal lehetnek.
joggal lehetnek szomorúak, vagy joggal lehetnek dühösek, joggal lehetnek frusztráltak, hogy ez az élet természetes része, hogy erre így reagálnak. És ez normális. Ha az egész helyzet normális, akkor ez is normális. Szóma szómára, amin 98-ban eljöttem a korai fejlesztőből, mert elkezdtem ezt az iskolát, és egyszerűen úgy alakult az élet, hogy én azt gondoltam, hogy nem lehet jó minőségben ennyi mindent csinálni egyszerre. És rájöttem arra is, hogy ha én azt akarom csinálni, amit én így elkezdtem magamnak akkor megrajzolni, akkor nekem egy nagyon komoly önismereti útra kell lépnem. És akkor ide visszakanyarodok most ugye a kérdésedhez, hogy akkor igen, elkezdtem dolgozni magamon, ami így a képzés is volt, meg utána egy csomó olyan lehetőség, amit én kipróbáltam, és sok tapasztalattal azt gondolom, hogy abba bízom, hogy a mai napra már így megszűrve azokat, amiket tanultam, meg amit így megéltem, hogy őszintén remélem, hogy akivel működik a kémia, azzal az nem üres időtöltésnek tartja azt az időt, amit együtt töltünk, hanem valóban tudok neki segíteni. Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is I.S. Dubec Dorottya, coach, szupervízor. És hát eljutottunk odáig a te életedben, hogy ez kiderült, hogy a mostani területedre, a korai fejlesztésről az a vágy vitt, hogy segíts megoldani nehéz helyzeteket, adott esetben mondjuk krízis helyzeteket. Így soha nem fogalmaztam meg magamnak, de igen, tulajdonképpen igen. Csak tudod, amikor így ez a segítsünk, tehát ez ilyen nagyon, nem tudom, hogy a hallgatók számára átjönne az a fajta tartalma a segítés szónak, ami nem feltétlenül arról azt jelenti, hogy átkísérünk valakit, aki nem akar átmenni. Uh-huh. Hanem, hogy valóban úgy jelen lenni egy helyzetben, amiben még akkor is, hogyha akkor nagyon kritikusnak és nagyon halottnak tűnik, hogy abból elkezdeni építkezni. Hogy abban jelen lenni, hogy a másikat eljutatni arra a szintre, amikor így boldogan belenéz reggel a tükörbe, és azt mondja, hogy igen, ez én vagyok. Ezen az úton végig menni, valakit támogatni. Nekem ez, azt hiszem a mostani eszemmel, nekem ez a legnagyobb siker. Hát ezt el tudom képzelni, abszolút. Viszont mindemellett engem nagyon érdekelne, és nyilván ez addig a pontig, amíg te hajlandó vagy minket beengedni, de hogy közben, mindeközben a te magánéletedben mi zajlott, tehát te saját utad, az milyen volt? Hát nagyon kevés dologért vállaltam én személyesen felelősséget, azt hiszem. Abban az értelemben, hogy hol vagyok én a dolgok alakulásában részes. Olyasmire gondolok, amikor így elvégeztem így ezt az első iskolát, aztán már lassan elkezdtem a másodikat, akkor kellett arra ráébredni, hogy én nagyon klasszul így a külső szemlélő számára egy nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott szuper életet élek a férjemmel, meg a két gyerekemmel, és hogy külföldön nyaralunk nyáron, és hogy boldogság az egész, és mindenki a környezetünkben az ideális párt látta abba a kapcsolatban, amiben én akkor éltem, és igazából én is elég későn vettem észre azt, hogy hát ez igencsak repedezik, ez a nagy ideális mindenség, és hát ennek az lett az eredménye, hogy elváltunk egymástól, és a mai gondolataimmal nagyjából egészéből látom azokat a pontokat, ahol nekem sokkal több energiát, figyelmet kellett volna fordítani elsősorban saját magamra, és azokra az emberekre, akikkel együtt élek. És én ezt elmulasztottam. Viszont kaptam egy új lehetőséget, és a második házasságomban igyekszem más hibákat elkövetni. Ugye kínai bölcsek azt mondják, hogy hibázhatsz minden nap, csak ne ugyanazt. Tehát én ezt törekszem betartani, már nem az, hogy minden nap hibázzak, de lehetőleg ne ugyanazt. Tehát, hogy ami megélt élmény és megélt tapasztalat, még akkor is, hogyha nagyon rossz és nem vagyok rá büszke, azok is az enyémeim, akár milyen kis nyomorultak. De annak a megértése, hogy mi miért
van, és hogy hol van, hol vannak azok a pontok, amikor változtatok. Tehát ha eljutok oda, észreveszem azt, hogy hol van az a pont, hogy ez az első, hogy vegyem észre. És a második az, hogy döntenem kell abban, hogy változtatok rajta, vagy sem. Ennek a döntésnek a meghozatala, ez nem racionális. Most itt ezt fölvállaljam, hogy ezek nem racionális döntések, és utána a nem jó döntéseimért ugyanolyan tisztességgel vállalják felelősséget, mint amikor valami jól sikerül, és akkor hát persze, ugye az könnyű vállalni kifelé. Ennek az ereje az, ami azt gondolom, hogy most már bármilyen trutyi jöhet abból, és valószínűleg ki fog tudni mászni. Ezért mondom, hogy valószínűleg, mert ha lehetőséget kapok rá, akkor őszintén hiszem, hogy meg tudom csinálni. És egyszerűen azért merem ezt így kijelenteni, mert merek abba hinni, hogy képes vagyok. Tehát, hogy van egy hit abban, hogy képes vagyok följebb lépni, hogy képes vagyok megérteni, hogy képes vagyok rajta változtatni és módosítani. Ami nekem a legnehezebb volt, az a nem mondása. Aha. Tehát, hogy hogyan mondok nemet. És pont erre gondoltam, hogy mi volt ebből a folyamatból a legnehezebb. Én egy picit a megértésre gondolnék, hogy az nagyon nehéz, amikor az embernek végül teljesen muszáj magának igazat mondani, és meg kell értenie, hogy már pedig, még ha máshogy is gondolja a felszínen, ez a felszín alatt úgy van. Igen, ez is nagyon nehéz. Ez főleg akkor nehéz, hogyha valaki még tükröt is tart a legnagyobb segítő szándéka, vagy nem a segítő szándéka, de lényeg az, hogy van egy tükör, amiben bele kell nézni, és hát ez nem mindig nagyon szimpatikus, ami ott visszanéz. Ezt tudom, amikor valakivel dolgozom, a kliensem, vagy ügyfelem, a kliens szót szeretem egyébként így a legjobban, tehát hogy az, akivel együtt dolgozom, ő neki gyakran elvárása, hogy tartsak felé tükröt, mert hiszen szeretné látni azt, hogy akkor most ez a működés másik szembe számára, hogy ez hogyan zajlik, és ugye még meg is bízik bennem persze. Ezért ez egy jó nagy felelősség nekem, hogy én valóban úgy tartsam oda azt a tükröt, ami nem csak arról szól, hogy mit nem csinál helyesen, hanem hogy azt is láthassa benne, hogy igenis van egy csomó dolog, ami rendben van, amit persze nem veszünk észre. Tehát sokszor úgy működik az agyunk, hogy arra vagyunk kondicionálva, hogy azt veszük észre, mi a hiány. Tehát, hogyha valami 98%-ban rendben van, akkor az ember azt a 2%-ot látja. Hát én ebben nagyon jó vagyok. Én is jelentem. Egyébként mindenki, aki igényes és maximalista, ebben nagyon jó, csak ez arra nagyon jó, hogy akkor föl tudjunk állítani egy diagnózist, hogy akkor tényleg hol tartunk. Tehát, hogy ennek a tükörnek egy olyan szerepet, csak olyan szerepet kaphat ez a fajta tükör, ami arról szól, hogy akkor igen, ezek a tények, itt vagyunk az itt és mostban, jó, látjuk, tudjuk, mit akarsz vele kezdeni. Nem az, hogy mit tudsz, mit akarsz vele kezdeni, az, hogy mit tudsz, ott rögtön bejön egy csomó félmondat, hogy ez azért nem megy, meg emezért nem megy, meg így nem megy, meg úgy nem megy, és lehet, hogy egy csomó dolog valóban nem megy, ott akkor abban a pillanatban kilátástalannak látszik, de egy igazi leltárhoz az is hozzátartozik, hogy mi az, amink van. Mi az, amire támaszkodhatunk, mi az, amink a rendelkezésre áll, akár nekünk, akár a környezetünknek, akikkel kapcsolatban vagyunk. És olyan nincsen, olyan helyzet, amikor nem a tükörtartása a jó módszer? De van olyan is. De van olyan is, hogyha túl korai lenne, vagy túl. Igen, van olyan. Kidönti el, hogy mikor olyan, mikor nem olyan. Azért van egy kérdezés technikája ezeknek a beszélgetéseknek, tehát hogyha úgy tehát a bizonytalannak érzem ezt, hogy itt van-e már a megfelelő idő, akkor azért néhány ilyen tájékozódó, puhatolózó, kicsit kifejtősebb kérdést föl szoktam tenni, amiből kiderül az én számomra, hogy hol tart a másik fél. Az egész dologgal. Az is lehet, hogy nagyon sokkolóan oda kell vágni egy kérdést. Tehát amikor így már annyi ezer technikája van arra, hogy hogyan kenje el az egész dolgot, meg hogyan tudja bagaterizálni, vagy jó humorral elkenni, vagy mi, akkor azért a meghökkentésnek van egy nagyon komoly ereje. De ahhoz már kell annyira szeretnünk egymást, és kell annyira egymás működésére antennának lenni, hogy ez beleférjen.
Egy kicsit határozzuk már meg a területet, hogy milyen területen dolgozol te személyiségfejlesztőként, vagy szupervizorként, hogy ez általában szervezeti dolgokkal, tehát céges dolgokkal összefüggő, vezetői dolgokkal, vezetői magatartással, vagy van egy olyan része is, ami a magánembert érinti? Vagy valami egész más? Nem, nagyon szerencsés vagyok, mert az összes ilyen területen kipróbálhattam magam, amit felsoroltál. Tehát nekem van egy nagyon komoly szervezetfejlesztős hátterem, üzleti világ, multik, stb. Multikulturális környezetben való dolgozás, stratégiai tréningek, moderálása, vezetése, kidolgozása, tehát ez van, tehát ez a vállalati környezetes működés. Szoktunk csinálni most is ilyen tréningeket, amik mondjuk most ötöze van a sporttal egy kicsit, tehát hogy most egy picit más, mint ahogy én 10 évvel ezelőtt dolgoztam. De a területre visszatérve igazából mind a szociális területen, mind pedig a profitorientált területen én egyformán dolgozom. És ebben azt gondolom, hogy nem vagyunk túl sokan ezen a területen, akik mind a két szférában nagy biztonsággal mozognak. Én nekem nagy szerencsém van, hogy én kipróbálhattam magam mindenhol. Amiben viszont a legjobban érzem magam, és itt ezzel leszűkítem egy kicsit ezt a területet, az az, hogyha van egy konkrét irány, amit emberünk meg akar járni, és ez lehet akár az ő vezetői dilemmája, vagy új vezetőként kinevezték, vagy éppen nyugdíjba készül, és át kéne adni valaminek, tehát hogy valakinek azt a szerepet, amit ő betölt, hogy akkor hogyan tud ő támogató lenni, vagy az utóbbi időben elég sokat dolgozom kiváló sportolókkal, akik azon dilemmáznak, hogy karrierjük végén hogy lesz az életük ezen túl, és akkor ugye ezt a váltást támogatni, akkor válságmenedzserként dolgozom embereknek az ő lelki kríziseivel dolgozni, ez megint egy következő terület. Van olyan neked, ami ilyen kedvenc? Kedvenc? Hát ilyen módon az adott folyamat lesz rögtön az, ami nincs. Nem tudok ilyet mondani, amit a leg, amire azt mondom, hogy ő a leg, mert hogy igazából a személy a leg. Aha, mert az embertől függ. Mert az embertől függ, de elégedett akkor vagyok, hogyha azt látom, hogy amit kitűzött magának, az lehet, hogy menet közben elég sok átvalakuláson megy keresztül, de alapvetően azt az utat szolgálja, ami neki jó. És van átcsúszás egyik területből a másikba? Módszertanilag ez úgy hangzik, hogy ugye van szakmai személyiségfejlesztés, meg privát szféra, meg ugye ez a coach szót ugye finoman kerülöm, ezt biztos észrevetted, mert hogy most már igazából már annyiféle coach van, hogy igen, már túl sok is egy picit néha. Tehát, hogy az a lényeg benne, hogy a személy, akibe fölébred az igény, hogy ő elkezdjen saját magán dolgozni, ő neki, melyik szegmens az, ami éppen akkor a leginkább fontos. Tehát, hogyha neki szakmai dilemmája van, bőven lehet, sőt, 10-ből 10-szer így van, hogy kiderül, hogy neki azok a dilemmái a magánéletében is megvannak, mert a személyiségünk, vagy a személyünk, mi magunk sokféle ruhában létezik a világban. Tehát én például a saját személyiségemből, vagy személyemből kiindulva, hogy én vagyok feleség, vagyok anya, vagyok szupervizor, időnként még gyógypedagógus, bár ez sajnos már a legkisebb szegmense az életemnek, vagyok tanácsadó, vagyok mentor, tehát hogy baromi sok minden, de mindegyik mögött én vagyok. Az én tapasztalataimmal, az én korlátaimmal és az én lehetőségeimmel. Tehát aki hozzám fordul, ő határozza meg alsósorban, tehát az ő útja határozza meg azt, hogy mire helyezi az elején a hangsúlyt. Így is úgy is kibomlik, mint egy gyönyörű kaleidoszkóp. Tehát így is úgy is el fogunk oda jutni, ami az alapkérdés. Teljesen mindegy. Tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy honnan indulunk. És mikor végzed te jól a munkádat, tehát mikor lehetsz úgy elégedett? Azt mondtad, hogy akkor vagy boldog, amikor mi okoz örömet, igen. Igen, de mondjuk van ennek időkorlátja, tehát hogy ez mennyi idő alatt illik, vagy kell, vagy lehet rendbe tenni egy bizonyos területet, tehát hogy vannak-e ilyen határok? És hogy hát ahonnan hova jutás nyilván, tehát ez egy fontos kérdés. Hát ha a beszélgetésünk legelejére visszautalok, akkor nekem nagyon sokszor volt olyan élményem, hogy mondjuk én 1993-ban közöltem egy diagnózist, amiért engem ugye nagyon utált az egész família, és 2004-ben fölhívnak, és azt mondják, hogy hálásan köszönöm, tehát ilyen bőven van.
És ilyen volt, tehát ezek konkrét példák, amikre ilyenkor visszagondolok. Tehát, hogy igen, tehát, hogy nem tudom, hogy ott akkor utána az hogyan sül el, tehát, hogy ez ilyen módon időben nehezen bemérhető. Egy fejlesztő folyamat általában 10 alkalomnál nem nagyon rövidebb. Tehát én, és ez ilyen heti? Hát ez heti, két heti, mikor, hogyan. De egy negyed év mondjuk. Tehát azt gondolom, hogy annál, ha időtartamba kell meghatározni, akkor annál rövidebb is lehet hatékony természetesen, mert nagyon sok mindentől függ. De azt gondolom, hogy ahhoz, hogy mindig megérlelődjenek így a következő dolgok, ahhoz mindenképpen kell idő, és az is kell, hogy a kedves illető saját magán is dolgozzon. Tehát az, hogy eljön hozzám hetente egy órára, az igen csekély a 168-hoz, vagy nem tudom hány óra van egy héten. Tehát, hogy abból még marad neki 167, amit kvázi nélkülem tölt, ezt most próbálom poénra venni, de hogy neki van házi feladat a saját magával. Tehát, ha ő valóban dolgozik saját magán, akkor a többi idő az is ugyanolyan hatékony, nem csak az egy óra, amit velem tölt. És mi van, hogyha valaki a házi feladatot azt kicsit slendriánul végzi? Mert én sok mindenkit ismerek, aki jár ilyen terápiába, vagy ilyen folyamatba. És azt mondja, hogy nagyon jó, csak aztán utána otthon már az adott házi feladatot nem biztos, hogy elvégzi, vagy be tudja építeni az életébe, mert igazából szerintem itt ez a kérdés, hogy a megszokások közé be tudja rakni. Igen, ez gyakran, főleg a céges tréningeken találkozom ilyen nagy elhatározásokkal, hogy akkor ezentúl minden nap fölállok 10 percenként a képernyő elől, vagy mit tudom, én most mondtam valamit, és persze harmadik nap már nem áll föl, mert tudom, miért állna föl. Én azt gondolom, hogy nem nekem csinálja meg a házi feladatot. Világos, persze. Tehát, hogy én megkérdezem, hogy mi újság, persze nyilván, úgyis mindig azzal kezdődik, hogy akkor ki hogy van, és mi történt vele. Tehát azért van egy rituáléja ezeknek a folyamatoknak, ahol meg szoktam kérdezni, hogy áll azzal a dologgal, amivel elváltunk egymástól. És sokszor tréfásan szoktam házi feladatnak is hívni, de ez nem az a fajta kérdés az én oldalamról, hogy én őt számon kérem. Viszont ahhoz, hogy tovább tudjunk haladni, és ne legyen se kidobott pénz, se kidobott idő, ahhoz egy idő után el fog végződni ez a házi feladat. Mert hogy itt van a személyes felelősségünk ebben az egész dologban. Tehát, hogy én felelősséget vállalok az ő folyamatáért, neki viszont felelősséget kell vállalnia, hogy ő ebben részt vesz. Nem csak jelen van, hanem részt vesz. Úgyhogy hogy vannak olyan dolgok, amikor nem működik, igen. Tehát amikor ő nekem csinálja, meg nem magának, akkor az a felszín, az annak nincs mélyebb tartalma. Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Juventus 103.9, benne pedig a budapesti arcok, és vendégem továbbra is I.S. Dubec Dorottya, coach, szupervízor, és egy területről nem beszéltünk még behatóban, az pedig a tréningek. Ami azért érdekes, hát gondolom abban is van csoportos és egyéni tréning. Inkább csoportos. De ha csoportosról beszélünk, akkor azért az egyfajta szereplés neked, magadnak is. És én kíváncsi vagyok arra is, hogy erre hogyan készül az ember, hogyan kell azt megcsinálni, hogy egy társaságnak a figyelmét lekösd, bevond őket, és hát lehetőleg célt ér. Gondolom ezek a tréningek megrendelésre mennek, tehát valamit. Tematikusak. Tehát valamit el kell érni. Igen. Hát ez egy nehéz ügy. Tehát amivel én a leginkább küzdök, vagy küzdöttem, de még mindig küzdök vele, az az, hogy hogyan mutassam be magam, hogy én mi lesz nekik jó ez a két-három nap, amit együtt eltöltünk. Van lámpaláz? Van. Most már ilyen tizen év után is ugyanúgy izgulok egy első találkozáson, mint a legelsőnél. Egyszer az egyik segítőm, akivel beszélgettem, azt mondta, hogy hát örülj neki, mert akkor még biztos nem vagy kiégve, úgyhogy erre szoktam gondolni, hogy igen, most tulajdonképpen én most örülök, ahhoz képest, hogy nem tudok megszólalni. Van egy rendszer, ami szerint én végig szoktam gondolni, hogy annak a csoportnak, annak a társaságnak mi a legfontosabb néhány információ, amit én megosztok magamról. Úgyis menet közben mindig azért ez gazdagodik, az az első néhány mondat. Én nagyon nehezen reklámozom magam, tehát nehéz arról beszélni, hogy miért lesz nekik ez jó velem.
Úgyhogy én ezen át szoktam szépen siklani, amiért sokszor kaptam el visszajelzést, de ezt sem mondtad el, meg azt sem mondtad el magadról. Hát ott akkor azt gondoltam, hogy elég lesz az a néhány mondat, úgyhogy nekem ez nehéz. Ez nehéz, de szórakoznak rajtam jól, tehát hogy már az első humoros de még nincs egy paneled, amit így elmondjál mindig. De van, hát van persze, hogy van, hogy akkor nyilván nem a gyógypedagógiát hangsúlyozom ki mondjuk egy felsővezetői tréningen, hanem inkább azt, hogy ebben azokon a területeken milyen tapasztalataim vannak, de adott esetben, amikor mint másfél nappal később kiderül, hogy az alapvégzettségem gyógypedagógus, ez a nagy derültséget szokott okozni, hogy úristen, akkor most már értem, hogy miért kezelsz minket ilyen jól. Tehát, hogy ezek így azért jól vissza szoktak jönni. Igen, persze van egy pár ilyen célzott mondat, amiben elmondom, hogy mióta dolgozom, hogy hol dolgozom, hogy milyen területeken vannak tapasztalataim, és hogy miben érzem jól magam. Ezt egyébként a bemutatkozásnál el szoktam mondani, hogy nekem akkor jó, hogyha ezt az időt, amit együtt kell töltenünk, ezt lehetőleg a minél kevesebb kinnal töltsük együtt. És a bemutatkozás része az is, hogy a csoporttal szerződünk, tehát hogy van a csoport szabályoknak megfelelően, van egy szünetek, stb. Tehát van egy technikai része ennek a szerződésnek, és van egy tartalmi része a szerződésnek, ami arról szól, hogy általában akkor fogunk egy folyamatot, vagy egy tréninget sikeresnek érezni, hogyha ki tudjuk benni belőle azt, amit beletettünk. És ez azoknak a szegény agyon tréningezett munkatársaknak szól elsősorban, akiknek tényleg púp a hátán az, hogy már megint a Isten tudja hányadik hétvégét tölt a családtól távol, mert hogy már a csuda tudja hányadik tréning, és én ezt mindig nagy mély megértéssel szoktam kezelni. Tehát ez nagyon fontos, hogy az ember azt megtanulja kezelni, hogy az az indulat nem az ő személyének szól, hanem egy adott helyzetnek, vagy egy adott munkahelyi nyűgnek, ami amúgy egyébként meg fog jelenni úgyis. Igen, de azon túl, hogy kezelni kell, valami felé vinni is kell. Hogyne. Tehát az, hogy mi a tréningnek a tartalma, az ugye a megrendeléstől függ. Az teljesen változó, hogy előtte van-e lehetőségem a csoporttagokkal külön interjút készíteni, vagy sem. Ez cégtől függ. Nem mindig szeretem. Mert az mindig, szóval az olyan fura. Vannak olyan kollégáim, akik számára elengedhetetlen ez az előinterjú. Én azt szerettem, hogyha ott mind a kettőnk számára, vagy mind a két fél számára az egy első alkalom, amikor valóban leülünk egy kezdeti első 10 perc. Tehát, hogy működik a kémia, hogyan hatunk egymásra, ki az, aki jelen van, ki az, aki valóban jelen van, ki az, akinek külön kérésre kell eltetetni a mobiltelefonját, vagy lehalkítani, és a többi, és a többi. Tehát, hogy ezek mindezeknek az első pillanatoknak a részei. Visszatérve a kérdésedre, a tematikus tréningeknek egyértelmű a témája, tehát van konfliktuskezelő, tehát vannak az úgynevezett soft skill tréningek, ami kommunikáció fejlesztés szokott lenni általában, konfliktuskezelés, ügyfélkezelés, interjútechnika, tárgyalástechnika, bármi. Tehát, hogy ezek nagyon, nagyon egyértelmű, hogy akkor A-ból B-be kell eljutni. Itt, ami izgalmat szokott okozni, hogyha például a munkatársak nemzetköziek, tehát ez gyakran előfordul, hogy mondjuk a beszélt nyelv a tréningen sem magyar, angol nyelvű tréningeket tudok tolmás nélkül tartani, a többihez kell segítség. Ez megint egy egészen másfajta folyamat, amikor van egy közvetítő nyelv közbeértve, van egy tolmács, aki tehetségéhez mértem próbálja átadni azt, ami elhangzik. Tehát sokkal jobb vagy anyanyelvi tréningeket tartani, vagy tolmás nélküli tréningeket tartani. De a multikulturalitás az megjelenik. Tehát, hogy az általában ha akarják, ha nem téma lesz. Mert egész egyszerűen más szokásokkal vagyunk jelen, és nincsen ilyen nagy általános a magyar, meg az angol, meg az amerikai, de mégis valamilyen szinten van. Tehát, hogy teljesen más iskolás élményeink vannak egy kelet-európai, vagy pláne egy dél-európai tagnak, mint egy skandinávnak, holott mind a kettő Európa. Tehát, hogy ezeknek az összesimogatása is nekem, mint akkor trénerszeremben levő szupervízor kósnak feladatom. Uh-huh. És nagyon sokszor az egész dologból ez a legnagyobb élménye a részvevőknek, hogy tudnak egymással valóban együtt lenni.
nem csak egymás mellett lenni. Tehát, hogy ennek a megtanulása, tehát, hogy van ilyen, hogy együttműködési tréning, és akkor ilyenkor mindig szoktam venni egy jó nagy levegőt, amikor azt mondja a megrendelő, hogy akkor neki kell egy együttműködési tréning, és mondom, hogy miért kéne az a melléktermék. Tehát én akkor vagyok egy jó tréning folyamatnak a vezetője, meg a keretadója, hogyha a végén az együttműködés, meg az egymásra figyelés, meg egy csomó olyan dolog, ami elvárásként megjelenik, az mellékterméke annak a tréningnek, aminek van egy egyéb célja is. De akkor ez egyébként mindegyik külön-külön egy önálló kaland lehet, mert hogy mi sül ki belőle? Ez így van, ez egy önálló kaland. Gondolom, hogy hasonlóság van, de hogy az út az mindig tök érdekes lehet, hogy hogy juttok el. Hát ez az izgalmas benne, amúgy lehet, hogy hamar kiégnek, de nem. Tehát, hogy ebbe ez az izgi. Most a legújabb vonulat ennek a tréningezésnek, és ezt most néhány cég így kifejezetten kéri és szereti, hogy legyen benne valamilyen mozgásos blokk. Tehát, hogy az, amit Gyulával, Éhes Gyulával, a férjemmel szoktunk mostanában csinálni, az az ő specialitás, hogy ő sportkócs és tréner, hogy olyan tréningeket szoktunk csinálni, hogy milyen kapcsolatban van az adott esetben a versenysport a kiválasztás folyamata a sikeres vállalati működéssel. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok analógia van benne természetesen, és ezeket az analógiákat nem csak elmondja az ember, meg tréninggyakorlatokkal gyakoroltatja, úgymond, ami már így is unalmasan hangzik, hanem, hogy van olyan része, amikor ő maga megpróbálja végigcsinálni a résztvevő azt a mozgásformát, azt a tapasztalatot, az együttműködést, amikor az ő saját testével dolgozik. És erre most egy csomó olyan céges tréninget tartottunk, ahol hát a szegény inaktív jó néhány kilóval megáldott munkatársak rémült, azzal ülcsörögtek, hogy és akkor, amikor majd kimegyünk a Gyulával, és melegítőt veszünk föl, akkor én velem majd mi lesz? És akkor mondjuk, hogy hát minden rendben lesz. Hát amikor teljesen normális, hogy ő így érzi magát, és akkor ez is egy nagyon-nagyon fontos feldolgozási és tanulási fázis, hogy nem baj, hogy ő nem tud szabályos fekvőtámaszt csinálni, mert érdekli a fenét, hogy ő szabályos fekvőtámaszt csinál-e. Ennek igazából az a lényege, hogy ki legyen zökkentve teljes. Egyrészt igen, másrészt meg az legyen a lényege, hogy kerüljön kapcsolatba végre a saját testével újra. Mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sokszor egész egyszerűen így használjuk, de nem szeretjük, vagy csak azt látjuk rajta, hogy már minden reggel nehezebben kelek föl. De hogy miért, hogy rosszul ülök? Egyszerűen lebénítanak a gondolatok? Nincsen új energia, amiből töltekezhetnék? És ez a fajta közös munka, ami ezekben az úgynevezett sportblokkokban megvalósul, itt nem arról van szó, hogy ki tud többet csinálni egy adott gyakorlatból, hanem hogy az a minőség, ahogy ő megéli azt a gyakorlatot, neki személyesen milyen hozadékkal bír. Ez a lényeg. És a teljesítményfokozás csak ebből tud kialakulni. Hogy ő akar-e saját maga teljesítményen változtatni, és most nem az 5 vagy a 10 fekvőtámaszra gondolok, hanem amikor leül a munkában újra, és mondjuk egy csapat együtt dolgozik, akkor a csapatépítő tréning szót nem véletlenül kerülöm, mert hogy ennek is van egy ilyen érdekes fuvallata most már, hogy az együtt dolgozásnál, hogy egymásnak az erősségeinek és a korlátainak a megismerése azzal kezdődik, hogy akkor én hol vagyok ebben az egészben, és hogy erre merjen ránézni. És ezek a munkák ezért jók, ezért izgalmasak. Hát igen, meg hogy akkor az elme és a test kapcsolata újra összekötődik, és akkor kiderül, tehát tényleg valóban létezik az, hogy kevésbé használjuk a test, szellem, lélek hármasságot egyszerre, pedig hát nyilván sokkal kreatívabbak tudnánk lenni. Így van, és hogy engedjük meg magunknak, hogy mindenkinek máshol van az erősége. Ti a saját életetekben egyébként ezt próbáljátok? Tehát tudatosan figyeltek erre? Hát igyekszünk, igen. Igen, igen, mi nagyon eltérőek vagyunk, így alkatilag is, meg minden szempontból, tehát Gyulának nyilván zseniális a koordinációja, mint judósnak, nekem szinte zéro, úgyhogy mi nem fogunk együtt judózni, ez egészen biztos. De azok, ami a lényeg benne az, hogy mind a kettőnek vannak olyan erősségei, ami a másikat ki tudja egészíteni, és ezzel ez egy igazi erőpáros. Nos, hogyha így vezetünk tréninget, akkor azt is meg tudjuk
kvázi mintaként mutatni, hogy lehetünk rettentően különbözőek, mégis nagyon-nagyon-nagyon jó minőségű és jó teljesítmény lehet abból kihozni, hogy a másik pontosan tudja, hogy mik az erősségei és mik a gyengeségei, ami ott akkor nem a leltár szinten valósul meg, hanem egy valódi együttműködésben valósul meg. És ezt, hogyha a munkatársak megérzik azt, hogy ebben hogy tudnak ők együtt-együtt dolgozni, ami nem azt jelenti, hogy egymás tenyeréből kell lenni. Tehát nem a privát szférába való beengedésnek a mértéke határozza ezt meg, hanem azt, hogy mondjuk ha a back office pontosan tudja, hogy hát az ő főnökének a legnehezebb az, hogy időre odaérjen valahova, akkor milyen segítségeket tud beiktatni az, ahogy időbe odaérjen. És nem az, hogy már megint elkéstél. hogy működik. És ezek a két-három napos együttlétek nyilvánvalóan nem tudnak olyan releváns változást hozni, ami ne kopna el a hétköznapokban. De hogyha csak egy pár ilyen apró pontocska megvalósul, akkor ott már elindul egy minőségi változás. Egy-egy kliensednek az élete, a problémája az, ahol éppen tart. Onnantól, hogy vége az ülésnek, mennyire marad veled? Hát ezt meg kellett tanulni összecsomagolni. Igen. Többek között ezért szeretek úgy dolgozni, hogyha vidéken dolgozom mondjuk, és akkor mondjuk hazavezetek, akkor van a vezetés alatt időm arra, hogy átforgassam és becsomagoljam magamba. Hát elején nem voltam ilyen ügyes, és persze hazavittem a kis puttonyomba az összes aznap megél dolgot. Hát szerintem az első házasságomnak a kudarca az ebbe is volt, hogy én ezt abszolút nem tudtam jól kezelni. Tehát én az a típusú ember vagyok, aki addig beszél róla, ami ki nem megy belőle. Ugye magamat kímélve kvázi ventilálok, és jól megterhelem a környezetemet. Hát ezt meg kellett tanulnom. Tehát ez megint annak a munkának a része volt, hogy felelősséget kell vállalnom a környezetemért is, hogy akkor mivel terhelem őket, és mivel nem. Szerencsére van azért ennek egy jól kialakult formája, hogyha sok olyan dolog van, ami nagyon megterhel, akkor én elmehetek egy másik szakemberhez, és akkor ő vele meg tudom ezt beszélni. És én ezeket a lehetőségeket rendszeresen használom. Tehát te folyamatosan dolgozol saját magadon. Különben nem tudok adni. Tehát ha én nem vagyok jól, akkor mit adok a másiknak? Nem tudsz egy olyan kosárból adni, ami nem töltesz újra. Tehát üres kosárból nem tudsz adni. Én nem mondom, hogy hetente eljárok valakihez, de hogy rendszeresen az egészen biztos. Tehát nekem van egy volt tanárom, akit rendkívüli módon szeretek és tisztelek, és ő az, aki, és lehet, hogy egy évben egyszer, lehet, hogy fél évente. Tehát még azt sem tudom neked megmondani, hogy milyen gyakorisággal, de szükségem van arra nekem is, hogy töltekezhessek másnak a segítségével. És milyen más módon töltődsz még? Milyen hobbiaim vannak, erre gondolsz? Hát milyen szabadidős tevékenységed van, igen, ami nem a munkádhoz. Hát nagyon uncsi vagyok, mert nagyon szeretek olvasni. Én egyszer még főiskolás koromban elvégezhettem egy gyorsolvasós tanfolyamot, ami hát a családomat kiborította, hogy én láttak ilyen nagykönyvekkel így megrakodva, és aztán két-három nap múlva így leraktam a nagykönyveket, és nem hiszem, hogy elolvastad. Úgyhogy nagyon, nagyon sokat szeretek olvasni. Gyakorlatilag minden evő vagyok, tehát a habkönnyű hülyeségtől kezdve a teljes mély filozófiai olvasmányokig. Egyszerre több könyvet szoktam így kézbe tartani, és akkor mindig azokat kapom így fel, amihez éppen egy hangulatom van, vagy kedvem van. Nagyon sokszor szeretek visszatérni régi könyveimhez, amit csak így fölütök egy oldalon, hogy haj, tényleg igen, itt tartottam, igen. Hol tartottam én az életembe akkor? Tehát azért vannak ilyen nünükék, amik így bejönnek, amikor, tudom én, a múltkor rendeztem édesanyám könyvtárát, és elembe került egy kamaszkoromban nagyon kedvelt könyv, egy, lehet, hogy ma már nem nagyon trendi, de egy Szilvási Lajos könyv, az Egymás szemében című opusz. Ami kamaszkoromban ugye nyilván nagy hatással volt rám, és akkor visszagondoltam, hogy na hát, amikor én ezt először olvastam, akkor voltam, itt tudom én, 13 vagy 15, nem is tudom. Tehát, hogy ezek engem nagyon feltöltenek, nagyon-nagyon szeretek együtt lenni a családommal, hát a nagyfőjeim, ők már felnőttek, 28 és 23 évesek, a legkisebb fiam, ő pedig most kezdi az iskolát. Egyszerűen a legnagyobb boldogság, amikor ő hármójukat látom úgy együtt, hogy az egy valódi együttlét. Tehát múltkor oltári élmény volt, ugye, hogy ők hárman elindultak, a legkisebb az most tanult meg biciklizni, és körbe biciklizték a tavat, ami 29, nem tudom, néhány kilométer. És az a büszkeség, ahogy így vissza
visszatértek, hogy egyrészt nem ölték meg egymást az úton, tehát ők nagyon-nagyon jó tesók, nagyon szeretik egymást, nagyon jól tudják egymást támogatni, és nagyon nagy vitáik is vannak természetesen egymással. De hogy ez nekem így ez a legnagyobb öröm. Vagy ha el tudok menni néha kettesbe a férjemmel, akár vitorlázni, akár csak kinézni egymás fejébe egy üres pillanatban. Tehát ezek így nagyon jó dolgok. Hát van egy nagyon jó háttér. Van, de vigyázunk is. Ugye egy hibát egyszer. Igen, ezek jó dolgok. Én nagyon örülök, hogy itt voltál, és nagyon sok további sikert kívánok neked, mind a munkád, mind pedig a magánéleted területén, és én azt gondolom, hogy egyébként büszke lehetsz magadra, és nagyon sokat kaptunk tőled ma este. Úgyhogy köszönöm. Én is hálásan köszönöm a lehetőséget, és a türelmet a hallgatók. Van is minden este 9 órakor várom önöket a vendégeimmel, és nagyon fontosak az ajánlásaik is. Tehát, hogyha ismernek olyan embert, akiről azt gondolják, hogy példaértékű lehet valamiben mindannyiunk számára, akkor azt kérem, hogy írjanak róla ajánlást, és elérhetőségekkel együtt küldjék el a budapesti arcok kukac@juventus.hu e-mail címre, és ott a legnagyobb közösségi portál is, ott mindig láthatják, hogy ki a vendég, azt is, hogy miről beszélgetünk. Budapesti arcok holnap este is lesz 9-kor, de addig is maradjanak itt a Juventus 103.9-en. Legyen nagyon szép az estéjük, vigyázzanak egymásra és magukra. Jó éjszakát, Budapest, a viszonthallásra. Budapesti arcok. A Juventus 103.9 műsora példaértékű emberekről. Holnap este is 9 óra után itt a Juventuson.